Az egyik legnevesebb amerikai orvos találkozón vetítették Koltai Lajos Semmelweis című filmjét. Az Amerikai Magyar Orvos Szövetség konferenciájára ezúttal civileket is meghívtak, hogy megnézhessék az Oscar-díjra nevezett filmet. Zsúfolásig megtelt az előadóterem a floridai Sarasotában, az Amerikai Magyar Orvos Szövetség kongresszusán. Ignác Semmelweis journey mirrors the mission of this conference. A tanácskozáson bemutatták a Semmelweis Ignácról szóló filmet is. Milyen járvány az, ami csak a klinika falain belül tombol? A romantikus történelmi dráma a magyar szülészorvos életét és munkásságát dolgozza fel, aki legyőzte a 19. század egyik legpusztítóbb korját, a gyermekágyilázat. Magyarország ezt a filmet nevezte az Oscar-díjra, ezért a tengeren túlon is igyekeznek népszerűsíteni az alkotást. Ennek érdekében most az Egyesült Államokban több vetítést is fogunk szervezni. Ugye New Yorkban volt a filmnek a prémier előtti vetítése, és most itt Sarasotában mutatjuk be, már volt a Harvardon is vetítésünk. A konferencián a Semmelweis Egyetem rektora kiemelte, hogy az Orvos Szövetség sok magyar fiatal tanulmányát segíti. Köszönetet is mondunk a magyar származású orvosoknak, vagy Magyarországon tanult orvosoknak, hogy támogatják a magyar fiatalokat, valamennyi 4 orvos egyetemünk képzését azzal, hogy ösztöndíjakkal támogatják az itteni amerikai tanulmányútjaikat. Az Amerikai Magyar Orvos Szövetség elnöke pedig arról beszélt, hogy a magyar szakemberek nemzetközi szinten is magas pozíciókat foglalnak el. A publikációk, illetve a betöltött pozíciók mutatják azt, hogy tényleg itt professzorok a professzori rangig, intézetvezetői rangra jutnak a magyar orvosok. A folytatás az pedig az, hogy mi pedig tényleg hozzuk a fellow-kat, akikkel együtt szeretünk dolgozni. A Semmelweis filmet már több mint 350 ezeren nézték meg a mozikban, és bekerült az egyik legnépszerűbb online streaming szolgáltató kínálatába is.